távol a civilizáció zajától, természet és környezetben, a tábor különböző nemzedékek és képzőművészeti technikák találkozója és kölcsönhatása. A tábor minden évben egy meghatározott tematika köré épül. A negyedik éve vagyok itt a Takton, és itt nagyon jó, hogy mindenki elengedheti magát, és olyanokat alkothat, amit otthon a tiszta tisztább műterembe esetleg nem merne. Úgyhogy itt kint vagyunk a tanyán, lehet nyugodtan, kicsit koszosabban, meg olyan anyagokkal dolgozni, amivel egyébként nem szoktunk. Az idei tábor témája a kék. A sokrétűen megközelíthető téma egységesíti az alkotásokat. Az egyéni művek mellett csoportmunkák is készülnek, például cianotípia vagy kék nyomat technika alkalmazásával. És igazából inkább azt szeretem volna megfogni, hogy együtt alkotunk, ez az ilyen pillanatok nyomát lehet meghagyni, meg ahogy látod, nagyon sok ember kellett ahhoz, hogy ezt megcsináljuk. Szóval számomra ezt jelentette, illetve szeretem azt, hogy a kék, mivel az így egyszerűbb téma, ez így nagyon összefogja az embereket, hogy minden kékre festünk, kék dolgokat veszünk elő, kék sátrak vannak, és így tovább. Szóval tényleg ad egy ilyen témát, egy tímt a helynek. Már régóta felvetődött, hogy legyen egy szín a tábor témája, és a tavalyi kiállításon végig szemlézve azt láttuk, hogy elég kevés a kék, és ezért könnyű volt színt választani, akkor legyen minden kék. És a kékkel kapcsolatban annyit, hogy valójában akár elsősorban ez egy formai megkötés, és akár foglalkozik valaki a tartalmával, szimbolikájával, akár nem, akarva akaratlanul is megjelenik a történelem során rárakódott szimbolika minden munkában, hiszen a néző ezt a néző látja, nem pedig az alkotó szándéka érvényesül feltétlen. A táborban készült alkotások a tervek szerint októberben megtekinthetők lesznek egy kiállítás keretében a Takt Alkotóház galériájában, majd zentán a Városi Kis Galériában.